Hello, sziasztok! Mindenkit üdvözlök a Royan Gameplay tutorial videósorozat első részében. Ez a sorozat a Curseplay és az Autodrive használatáról fog szólni. Az első részben bemutatom, hogyan is kell a Curseplay-t telepíteni. Jelenleg kétfajta letöltési, illetve telepítési lehetőséget fogok nektek most megmutatni. Kezdjük is az elsővel, ez a legegyszerűbb. A játékon belül a letölthető tartalomba belépünk, azon belül letekerünk, megkeressük a játék menetét, a játék menet, itt kikeressük a curseplay-t, itt is van, rákattintunk, és telepítésre rányomunk, feltelepítjük. Ez igazából olyan sok időt nem vesz igénybe, és már fel is van telepítve. Visszalépünk teljes egészébe. Karriermód. Indítjuk a játékot. És itt be is van aktiválva, nem is kell más dolgot csinálni. Indítod a játékot, és hajrá! Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség... Nem más, mint a github.com oldalon rákeresel a Curseplay FS22-re, beírod a Google keresőbe, fel is fogja neked rögtön ajánlani. Itt letöltöd a legújabbat, mindig egyel frissebb Curseplay-t fogsz találni, mint ami a modhabos játékon belüli könyvtárba található, curseplay zip, fáj mentése, és ide, itt már nekem bent van, megkeresed a játékon belül a mod mappát, oda feltelepíted. Ennyi az egész, és innestől kezdve indulhat a játék. Itt is vagyunk bent a játékba. Legelőször kezdeném az aratással, mivel azt a fajta tematikát szeretném bemutatni, ami magában a játékban van. Megvan a földünk, aratni kell, szalmát összegyűjteni, vagy esetleg bálázni. Mellett a talajművelések lesznek bemutatva, a meszezés, műtrágyakiszórás, gyomirtózás, kőszedés esetleg, hogyha az még benne van. Igazából mindegyiknek ugyanaz lesz a tematikája, de lássuk is, hogy ez hogyan fog megvalósulni. Legelőször nyomok egy jobb egér gombot, meg fog jelenni a curseplay-nek a kis HUD ablaka. Ennek nagyon egyszerű használata van. Beállításoknál be tudjuk állítani a legközelebbi pontot, első pont, illetve az utoljára használt pont, általában az első ponttal szoktunk kezdeni, azt úgy is hagyom. Itt meg tudjuk az útvonalat szerkeszteni, munkaszélességet automatikusan állítja, amennyiben nem lehetőségünk van a plusz és a mínusz megadásával állítani, valamint a szerszám eltolást. Nincs is más teendőnk, mint a kombánnyal egy picit rámegyünk a földre, csak hogy érzékelje maga a curseplay, hogy a földön vagyunk, a nincs útvonalra rákattintunk, bal egérgombbal, ki fog jönni egy útvonal tervező beállítás. A legegyszerűbb dolgot fogom itt letisztázni. Legelsőnek a munkagépeknek a száma, most jelen pillanatban egyel fogunk dolgozni. A fordulósáv szélességénél itt az van, hogy hányszor fog körbe menni maga a kombány. Itt elég egyszer, nagyobb földeken kétszer, ahol nincsen lehetőség a forgulásra, ott esetleg három és így több, stb. Stb. Tehát több lehetőség lehet, hol kezdje, hogy kívül kezdje. Én az éles beállítást szoktam hagyni, óramutató, vannak átfedési lehetőségek. Szigetek elkerülése, ez általában automatikusan térképezi fel. Itt látszik is, hogy kijelölte itt a földet. Itt meg tudjuk ezt csinálni, útvonatervezés, rákattintunk, és már meg is tervezte nekünk az útvonalat.
Ezen belül van még plusz beállítás, a bérezés, üzemanyag, dolgok beállítása. Én itt nagyon nem szoktam sok mindent állítani. Ahogy alapból betölti a játék, teljesen jó. A közpré jármű beállításoknál szoktam azt játszani, hogyha, mint hogy most is, hogy kint van egy szállító, ott beállítom azt, hogy az önkirakodó betakarító gép, tehát aktívra teszem, ez azt jelenti, hogy ha a kombány megtelik, akkor a földszélén érzékelt gépjárműhöz ő saját maga kimegy és kiürít. Amit még beszoktam állítani, mert ez is inaktív szokott lenni, a szalma rendrakása. Pontosan azért, hogyha bálázni akarok, vagy rendfelszedővel felszedni a szalmát, akkor ez tőséget ad rá. Egyéb más dolgot, hogy most hogy állítom be, hogy hogy tolasson fordulósávkor, mekkora sebességgel menjen, teljesen lényegtelen. Csak az alapot fogom itt szemléltetni. Még ami nagyon fontos, itt az útvonal kezelőbe létre tudunk hozni egy mappát, hozzunk is létre, ez lesz a 40-es földünk. Azon belül az útvonalra megyünk, az útvonal tervezőt az előbb, ahogy beállítottuk, útvonal tervezése, ez ahogy így megvan. Átjövünk ide, az útvonal kezelőbe, útvonal mentése, aktiválás, és adunk neki egy útvonal nevet, és akkor beírjuk, hogy aratás 01, leokézzük, és ez itt fog benne lenni a 40-es földbe. Ennek későbbiekben lesz értelme, hogy így lementjük az útvonalat. A következő videóba majd látni fogjátok. El is indítjuk az aratást, visszakijövünk a szélére. Kombánnyal. Első útvonal, ott van az aratás 01. Itt oldalt látható egy playgomb. Rá is kattintunk. És el is fog indulni az aratás. We'll be right back.
El is érkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol a kombány megtelt, a magtartálya megtelt, és a föld szélén álló traktorhoz megy, és ő saját maga útvonalat szerkeszt hozzá, ami alapján az ürítést el fogja végezni. Majd miután befejezte az ürítést, szépen visszaáll ahhoz a ponthoz, ahol abba hagyta a munkát. Befejezte az aratást a földön, újra ki fog menni, és leüríti a magtartályt, és ezzel igazából be fog fejeződni az aratás. Ilyen pofon egyszerű, nincs más teendőnk, mint a magot elszállítani silóba, vagy akár az értékesítési pontra, illetve a kombánnyal visszamenni a tanyánkra. Jelzés, hogy készen van. Kinyitja, hogy összezárja a szerkezetet. És kinyitja a vágóasztalt. És vissza is állhatunk a kombánnyal tanyára, vagy esetleg mehetünk a másik földre. Ez ilyen egyszerű. Ez volt az első része a tutoriálnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Legközelebb vállázással, illetve a rendfelszedő használatával fogunk megismerkedni. További szép napot. Sziasztok!